Reggelt. Nem tudom, Ferde a kép, mindig ezen aggódok, de hát aztán végül is mindig kiderül, hogy Ferde, igen. Mert az a baj, hogy nekem ez a műszerfel is ilyen Ferde kialakítás, és nincs mihez viszonyítsam. És hát csak ahhoz tudom viszonyítani, ahhoz meg úgy tűnik, hogy jó. Uraj. Érkezem nem sokára az első lerakóra. Igen, előre, szépen, haladjon a vasútállomás mellé kell menni. Egyéb iránt, tehát a belvárosba. Nagy teherpályaudvarról lesz a lerak. 400 méter múlva forduljon balra. Középtelepre megyek. Egyenesen kell mennünk, nem jelez magasságkorlátot, jól van. Mert a navigáció valamiért azt jelzi, hogy az egyik hídalány nem férek be. Nem tudom, mi lesz belőle. Hanem itt akkor a következő... Forduljon balra! Utcán, ami jobbra megy fölfele, ott el tudok menni jobbra föl, és akkor meg tudom kerülni az egészet. Hopp, az már sárga út. És hápogott. Nem jelez. A tábla. Magasságkorlátot. Egyelőre. Keskeny nyomközű villamos. De szép! Ja, ha más nem, akkor ezen a Freimfelder Strasse. Hát ha más nem, akkor ott felmegyek. Vicajos nincsen, jól van. Előre haladjon a bal sávban. Ez a nagy betonplaci, térköves placi, mi volt jobb mondat? Négyszáz méter múlva forduljon balra. Igen, itt vissza lehet fordulni. Az autópályára. Kicsit félek, hogy lesz magasságkorlát, vagy nem. Nem lenne ennyire félelmem, hogyha ez a szar navigáció nem jelezne izét. Már most nem tudom, hogy ő a szar, vagy... Vagy nem, mert a kollega azt mondta, hogy ő itt végigment, és neki is nagykerekes autója van, tehát fix 4 méteres. Forduljon balra! És ha ő végigment, akkor nekem is végig kell tudnom menni. És még mindig nem jelez magasságkorlátot. Ez ugye 80-as főút, Utestadt, Eisleben. Mert értelemszerűen, hogyha tényleg van magasságkorlát, akkor viszont nem a GPS a szar. Hanem a kolléga nem tudja világát se. De jó volt, mi? Vicci. Hát azért, amit a srác mond, azt kétszer meg szoktam gondolni. Na, most már jól tervez elvileg. Mármint úgy jól, hogyha van előttünk magasságkorlát, akkor arra a kerülő útra tervezett. 400 méter múlva forduljon jobbra. Amin nekem végig kell majd mennem. Aha, már jelez valamit. Csak nem tudom, hogy onnan meg balra bekanyarodhatok-e. Ez a szar. Ez 4 métert ír. Hát ha 4 méter, akkor beférek alá. Forduljon jobbra. Hát akkor nem megyünk körbe, hát ha 4 méter, akkor befér alá. Akkor jó, akkor kész. Jól van, ki van szintezve. Úgyhogy nincs gáz. Meg hogyha a navigációban is 4 méter van megadva az autó magasságának, akkor most mi az apja valagáért? Nem akar arra tervezni, hogy innen félek, mert ez hülye. Hát ugye ez a túlméreteseknek probléma, hogyha mit tenni oda a teherpályaudvarra visznek valami olyat, ami esetleg nagyobb, akkor az erre problémát okozhat. Nem tudom, de valahogy
4 méter, de valahogy nem bízok ebben a 4 méterben, pedig biztos, hogy jó, jó van kiírva. Csak hogyha a navival, hát mondjuk igen, a TomTom azért annak vannak hülyeségei. Na, a villamos már mehet. Egyenyest. Ez a TomTom, ez nagyon össze tud zavarni a funkcióival. Látjátok, nem feltétlenül jó. Forduljon jobbra. Ja, erre a hídra jelez négyet. Ide nem akart ezt behozni. De én bégyüttem. Jó van, na, nem vagyok székely, ne beszéljek, igaz? És elvileg, ha én itt a két híd közébe érek, oh, mert a Nokia felirat van itt, akkor nekem itt kell majd jobbra feltenni a képsárkányt. Balra 10 méteres hosszúságkorlát, ja igen, mert balra a vasútállomásnak a parkolója van. És én oda be fog tudni menni? Keci! Az autókat még elmennek. Megérkezett az úti célhoz. Majd forduljon jobbra. Így jelzek, irányjelzek jobbra, bazd meg, és jön be mellém a gyökér, hogy ő elmegy. Hát hihetetlen. Ah, igen, ezt mondta a kollega, hogy itt ilyen vesekőrázós út lesz. És csak jöjjek nyugodtan. Juppi! Mondjuk azt is mondta, hogy jobbról-balról parkoló autók lesznek, de hát csak az egyik oldalról parkolnak az autók. Ja, hogy elnézem, ezek vasutasok jobban. Akkor kb. Egy alombú vagyunk. Fejlesztések itt is zajlanak, felújítanak, túrnak, fúrnak. Azt mondta, hogy itt lesz előttem valahol a rámpa. Itt lesznek előttem a rámpák. Ó, policájvágen. Bár ide le van támasztva. 7B, az király. Az kell nekünk, Delicse Strassa 7B. Nagyon jó, itt vagyunk Halle közepén. Tökön tudja, hogy hol. Király. Ott egy emeletes bölcsebános vonat. Jobbra bent. Na, hát elvileg megjöttünk. Gyermekeim az urban. Hogy én innen, hogy a tökönbe fordulok ki, meg, vissza. Fingom nincs. Majd eltakarítják a kis autókat, nem? De hogy nem. Lesz itt hely, ha lesz a nehéz íze. K&L, ott van! Hú, megjöttünk! Hát, nincs itt senki. Mindig nézzetek német vasutat. Itt ennek a csarnoknak a másik oldalán is van legalább ugyanennyi. Vágány. Hát szélzaj az megvan. Szélzaj, hát egy nagyon minimális kis szellő. Sehol senki, öcsém. Vicc. Megáll valaminek a kijárat. Legalábbis jelző az zűd, meg alatta. Gondolom az irányt is mutatja, hogy merre áll a kijárat, vagy mint én, hogy csak sebességgel jelzés. De hát nekem se látja azt a tévét. Talán? Ugye mi van rajta, mi?
mint kiderült, hát nem ide kell hozni, hanem a Finsterwalder logisztikához, tehát ezt nem sikerült kitalálni még pénteken, de semmi baj, akkor elmegyünk most oda, hogyha bejöttünk a szarhelyre. Tök jó, hogy innen 70 kilométerre parkoltam. Délelőtt 9:30 van, és még egyet se raktam le. Kicsit mókás. Méter múlva forduljon jobbra, majd forduljon balra. Balra fogok menni. Ez a, tényleg ez a szürke póló, ez mi a jó édesanyjai rá? Forduljon jobbra, majd érdekes, hogy azért ezt a rendőr már nem tudja megbüntetni. Hát mindenki. Még jó, hogy nem onnét jöttem, baszki, mert onnan izé volt. Kötelező egyenes haladás. Most nem jön. Már van itt hozzá lámpa, de azért biztos, ami biztos alapon. Én annak utána nézek. Igen, a villamosvágányon 3,8 méteres magasságkorlát van. Azért gondolja a GPS azt, hogy én erre nem jöhetek. Mindegy. És azt mondja, hogy ott kell nekem majd bemenni. Nem a... Ja, a Grenzstrasse-ra kell menni. A város szélén határút. Kicsit önpesties. Haladjon a jobb sávban. Átmegyek két vágányon, és a második utcán balra be. Mert a Navi ezt a címet se tudja, természetesen. Ugye, hogy kéne. 400 méter múlva forduljon jobbra. Na de, mindegy. Azért megoldjuk az életünket. Kóvályogni szeretünk. Forduljon jobbra. Se gyalogos, akkor jó van. Térünk, fordulunk, és már itt sem vagyunk. Jaj, Hornbach, Jézus Isten! Igen, már itt vannak a pontkocsik, azt mondja, hogy itt a két vágány. Béla. Jó, első utca. Amúgy is behajtani tilos. És akkor itt a második utca, ahol balra be. És nem tudom, miért mondtam, de már mindegy. Parkolótok is van. Check-in. Akkor menjen a check-in. Én nem bánom. Legyen úgy. Bánya, kánya. Neuruppin!
csodálatos kelet-német város, ahogy megnézitek, ott vannak jobbra a tömblakások, de hatalmas nagy panelem. Panelem, napelem parka, tetei. A hülye, a beszélni se tud a gyökér. Jézusom. De mekkorák, basszus kocs. Aztán itt Neuruppin határában van egy autóhof. Kiállok majd szünetre, mert már igen, csak 3 óra 40 percnél járok. Aztán most hol a cég? Mit keresünk? Várjatok, azt se tudom ám. Azt mondja, hogy EATN kise pont nagyán, nagy T nagyán. Nem. Ez folyervércufárt. Itt van-e? Bemegyünk itt. Ott vannak a nagy, ó, minden nagy cső itt van, ez az. Nem ilyen nagy csövet hoztam, mert látjátok, olyanük már van. Hanem tartozékot. Aztán most találjam meg, hogy hova kell. Hol kell náluk bejelentkezni, mi? Na. A srác erre nyugodtan menjen ki, ki fog tudni menni. Mert előbb megyek, ott nagyon be van parkolva már. Aztán, hogyha nem tudok ott a végén itt kifordulni a kapunál, akkor visszatartok ide, amit most láttatok szembe előttünk. Placot, azt kimegyek ott, ahol bejöttem ide. Mondtam neki, hogy nem probléma ez, a volt másokkal rosszabb izém is lerakom, úgyhogy nincs ezzel baj. Mert hogy itt előre kicsit szűk, de hát akkor ide veszünk balra. Ó, Istenem! Jó, ki jön ez? Mondtam én, ó, még 20-20 centi volt jobbról balról, úgyhogy gond se volt vele. Na, hol nem jön senki. Hogy te trafi az orromban. Csak nem megyek gyorsabban, mint 50. Szemben megláttátok itt a vonatot, itt vára. Szebb jövőre. Vagy éppen kijött, ki tudja. Na. Hát azért ez így igen jó volt. Gyors volt,
haladós volt, jó fejek voltak. Ha azt mondtam neki, hogy Léci lassabban beszélj, akkor lassabban beszélj, tagoltabban, érthetőbben. Ez egy jó film volt. Jönni, csak tessék jönni. Ezt a kurva telefont aztán kell nyomkodni. A zebra előtt. Nehogy azt nézd el, mecsém, tényleg, hogy jön-e autó vagy sem. Na, még itt ezt a lakótelepes részt elkerülve visszamegyünk az autóbánra. Itt a kertes házakon keresztül. A trafi miatt fékeztél, aha. Azért 50-nel lehet ám menni, ugyanúgy nem kell 40-nel szarakolni, jó Istenem. Na mindegy, fiúk, lányok, ez volt Neuruppin. Most én kiállok majd az autóhóba, megmosom habtestem. Aztán megyünk tovább. Kiállhattam volna a lerakó előtt is. Hát, az olyan izé, az olyan nyomasztó, hogy én csak egyet raktam le. Itt van előttem a második, mert akkor még utána van még kettő. Viszont így, hogy leraktam ezt a másodikat, és úgy állok így, akkor már az van előttem, hogy ó, már a harmadik jön, az utolsó előtti. Tök fasza. Oda megyek, lepatintjuk az utolsó, majd csak holnap ezt lerakom, mert annyi időm már nincsen. Az fönt lesz majdnem a dán határnál. Ismételten. Kiel fölött, mellett fölött, hát itt tőle észak nyugatra. Jó, hát látom, ezelé a szerelé tényleg ki kellett volna jönnöm a körforgalomba, mert büdös életben nem fogunk kijutni erre a 200 méterre lévő autóhóba. Még jövő héten sem, ez még csak hétfőben. Istenem.
irány utcában. Szép volt! Így letesszük ide a végibe. Biztos valamelyik neked eszébe jut, hogy pont ide álljon mellém. Na, leraktam a izét. Az egyik boronáló gépet, hogy jött a kömez. Kapcsolunk villanyt. Itt bekanyarodtam a főúton, és rögtön ők az első házi balra. Nem volt ezzel gond. Kérdeztem a faszit. Vagy sem is kérdeztem, mondtad már magától, hogy itt, ha egyenesen tovább megyek, arra el fog tudni menni. Mondom, akkor jó van. Hát jó vannak kétségeim. Hát, hogyha lemegyek a földre, akkor tényleg elférek végül is. Azt mondta, hogy ne az elsőnél menjek el jobbra, hanem a másodiknál. És az elég széles lesz. Akkor jó van, akkor elmegyünk ott. Mondom, hogyha úgy van és nézi nekem a forgalmat, akkor kimegyek a... Itt a balra, hátra a főkben. 50 méter múlva forduljon jobbra, majd forduljon balra. Forduljon jobbra, majd forduljon balra. Szerintem itt is elfértem volna simán, de hát azt mondta, hogy a másodiknál, akkor menjünk. Ja, jó itt a kertes házas övezetben megint kóvályogni. Bányakánya. 80 méter múlva haladjon egyenesen előre, ja, majd térjen el balra. Ja, valami olyasmi szerűre. Haladjon egyenesen előre, majd térjen el balra. Itt a tábla jobb oldalt, kicsit kijebb kéne húzni, hogy látom. Nem volt, ti még nagyon messze vagytok. Tényleg elég széles, így most akkor már látom. Fosza! Forduljon balra! Megint az újabb kedvéért mondanám, hogy itt erre kell számítani. Ma esetleg a múltkor elkerülte volna a figyelmüket, hogy ezt az instrukciót adtam. Nálam ez a tökön babon keresztül. Hát ahova te nem mennél be kis autóval, sen oda én ezzel is bemegyek. Nem a jó kedvemből, hanem mert hogy ez az ukász. Ez olyan jó.
12 fok van, pulóverbe rakottunk, azt is leízettem. Most ha kicsapni a szemet a napfény. Bácsi, az így öcsém, azt a kurva, Mandinerből közlekedik, jobbra-balra, az utca, vagy a járda szélét mindenhol támogatja. Egyszer jobb oldalt, egyszer bal oldalt, Eszlalom pályát lát maga előtt. Fejében. Ország, olyan srácok, 40-nel megyek, azt leszédülök az útról. Most akkor mi van? Akkor mégse Bezzeg ország, már megint mégse. Most már legalább van útszélesség, eddig felezővonal sem volt olyan szűk volt. Na, srácok, itt a Bezzeg ország, tessék. Tökéletesen jók az utak. Na, itt van. Hogy tudnak bámulni, öcsém? Imádom, komolyan. Mondom, ha ti meg újak vagytok itt a, nálam, itt a meg csatornán, jó nevezzük így, akkor, és csodálkoztok ezen, hogy én ilyen helyeken járok, engedjétek el. Jobb lesz nektek is. Higgyétek el. Ha elengeditek, megnyugszik a lelketek. Csak élvezzétek a kilátást, meg az utazást. Én is azt csinálom. Én is már elengedtem. Ilyen helyekre kell bejönni. Jó. Hát csak legyintek. Hurrá! Szép volt. Danke, szívesen! Máskor is, bármikor örömmel. Na srác, te megvársz engem, hogy mire készülsz itt? Ja, az félreállt oda. Akkor jó van. De legalább félreállt, értitek? Elég széles az elférünk. Mondom itt. Méter múlva megérkezett az úti célhoz. Örömbódottá! Kérdés, hogy nekem oda honnan kéne bemenni. Megérkezett az úti célhoz. Kiskapu bú vagy... Honnan LKV Einfahrt. Tovább. Hát ők, ja, innen nem is tudnék bemenni, ha akarnék. Sem! Ám de... Innen van rá esély. Jaj, ki vannak az obisok. De aranyosak. De megint dübörgök nekik. Látjátok? Milyen gonosz vagyok. Azt most hova? Úgy egyébként. Morgan!
akkor én ezt a gép sárkányt ide félre pattintom. Hát mondjuk nem biztos, hogy ide kéne a izék elé. Ó, drága kenyér! Ezért azt gondoltam megmondja, hogy hova tegyem le az autót. Itt is a megfordulás kellős közepére van lehajítva ez a kurva golf, tehát azt miért is ne. Nem is golf ez, de golf. Valami nagy golf, én nem tudom. Na, megyek le izébe, Hannoverbe. Most megyek át Hannoverbe. Nézzétek itt ezt a nagy ipari mocskot, ami itt van. Teherpályaudvar, ilyen konténergenyó. Mely ott vannak jobb oldalon a hajók. Szedik kifele a konténert. Közben megtorpanunk. Csak hát ugye előttünk levő versenyzőnek nincs annyi esze, hogy a feladás jelzőt benyomja. Édes Istenem! MSC! Ez a hajó. Tulajdonosa? És rá van írva, hogy valami New York. Mi van ráírva, nem tudom. MSC New York. Ja, ennyi, oké. Okay. Itt van benne Böszmen egy hodály. Oda nézzetek. MSC New York, Panama, van ezen minden felirat, amit akartok. Előre nézek, úgyhogy nem nagyon látom, hogy mit vesz a telefon. Majd ti nézitek. Jó, egy kuffer, jó. Na hát ilyen nagy ipari csuba van itt. De rühellek ilyen helyeken járni. Ott volt egy metranszos mozdony, az a kék. Nem biztos, hogy a mozdony, de hogy a céget ismeritek Pesten is. Szokott olyan járni. Ez ennyi volt a kikötő. Mármint amit én így tudom, vagyis ez a terminál rész, mert a kikötő itt minden. Nagyjából. Ó, közben itt meg akkora izék bukkanók vannak az autópályán, mint égen a csillag. Konténer, beton, oszlopok, oszlopok, konténerek, betonok. Undorító. Egyszerűen nem az, amivel tudom. Mondom, ez... Kinek mi tetszik, na? Srácok, kinek mi tetszik? Meg hát tudom, ez is kell az emberiség létezéséhez. Különben nem épült volna meg. Nem tudom, miért fékezek ekkorát, mikor üres az autó. De szép sor! Jó van, kikapcsolom, mert ennek úgy sincs értelme, itt nézzétek ennek a 150 akciós háthalát. Tudjátok, mikor Ferencvárosban tolatnak és mondják, hogy a torony, a torony. Na! Ez teherpályaudvarhoz tartozó torony.
Mint a reptereken ecsém akkor a golyva. Na, ez torony. Ez konténer terminál, amíg a szemen látsz. Szemen lát. Jó megmondtam, szemen látsz. Szemeddel ellátsz. Ő is annyira szarna volt. Ja, persze a másik oldalon is. Meg ott a kikötőnek a további... további része. I. Hamburg szerintem nem egy szép hely. Jó, hát amíg más a belváros, persze. Na. Hannoverben vagyok. A belvárosban. A belvárosnak is a kertesházas részén. Jaj! Jó, se nem edd meg. Úgy, jó. Megyek Magdeburg alá felrakodni. 8 méternyi hely fog kelleni. Ó, de szar itt az út. Úristen. Aj, nem, mert csak jobbra tudok kanyarodni. Hát akkor egyértelmű, hogy merre kell menjek. 80 méter múlva forduljon akkor jobbra. Akkor alles klar. Hát már pedig én is forduljon jobbra. Kell fordulni jobbra. Már ez mindig szélesebb, mint az előbbiek. Még annyira nem. És zsírúj vasút, hülye? Ja, hát városi vasút, ami épül. Kicsit fejetlenség van most így. Ezen okból kifolyólag. Ó, Isten! Még Pesten vannak TV 6000-esek, innen valóak, tessék, ezeket a sineket koptatták. Szívesen! 200 méter múlva forduljon jobbra, majd a körforgalomnál térjen jobbra. Forduljon jobbra. Egyébként valami élelmiszeripari terméket kaptam föl, de fogalmam sincs, hogy mit, mert kint kellett várakoznom. Úgyhogy... nem nagyon tudom, hogy mit viszek. Hát itt van a CMR-en, de annyira nem is érdek, hogy őszinte legyek. Buckmittel, jelentsen ez bármit is. Azt tudom, hogy ott bent élelmiszerillat volt. Süti szag volt, na, mondjuk ki akkor rendesen. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Na, hol tartok? Napi vezetés idő 6 óra 40 eddig. Megyek még másfél órát, hát 1 óra 40 percet, azt mondja, az 7 óra 40. Ó, teljesen jó. 8-20, ugye? 8-10. 8-20-szal állok meg. Aztak jó! Négyig fel lehetne rakni a másodikat is ott Magdeburg alatt. De mivel nem érek le, és leérni csak, na, hogy mondjam, hát négyig lehet felrakni, és én valami 5 óra környékén érnék vele. Szóval csak ezért 400 méter múlva a körforgalomnál térjen balra, második kijárat. Jó.
Látom az udvart, ahol voltam. Rakodni. Milyen érdekes információ az, mi? A gumi már bekopott, úgyhogy már nincs akkora hangja. És már azért jóval kopottabb, mint volt. Hostia. Majd nem akarom most már kikapcsolni a kamerát. Mindjárt lesz egy tök szép belvárosi szakasz, de maradok ugyanezen az úton, ugyanígy 80-nal, hanem még semmi sebességkorlátozás nincs a belvárosi szakasz ellenére. De hát nem tudom, hogy belváros vagy sem, nekem olyannak tűnik, egy nagyon szép házas részen vezet keresztül az út, annak ellenére, hogy itt jobbról-balról mocsár van, meg erdő, meg ez a rohadt híd is jó szűk, nem számít, itt se volt pénz izére. Szélességre. Na már ott látszanak a házak. Nem ez a beton meg kék színű förtelem itt az alvédő falon túl. Itt, ezek a szép színesek. Remélem most kapcsol ki majd a GoFood, akkor földhez vágom. Kihajtom itt a hídról. Azért ezek szépek. Nekem tetszenek legalábbis. Balra ne nézzetek, az moslék, az ilyen iparnegyed. D3-as autópára is lejöttem, aztán megyek itt Bécs fele. Kis határon megyek majd át, Neunagelbergnél. Hát eddig nem kapcsoltam be a kamerát, mert ugye eddig végig 80-90-nel jöttem. Na, szóval ott tartottam, hogy már itt vagyok lent a 24-es főúton. Ez Lomnice nad Luznici a település, hogy mi a tökömnek kell ezt kimondani. Neunagelbergnél megyek majd át a kis határon. Erre a településre nem is emlékeztem. Olyan régen jártam erre, hogy eljöttem az előbb egy olyan parkoló mellett, amire szintén nem emlékeztem, mert azt hittem, hogy a legközelebbi az innen majd csak ott lesz, ahol majd megállok. Persze, öcsi, gyere csak az én sávomban, semmi nem számít. Meg nyílgázon ugye, mert hát szűk úton úgy kell jönni nyílgázon.
ugye a falu lett volna, vagy a város lett volna mutogatni való, csak a közepén fogta magát, aztán összehányta a GoPro magát, úgyhogy most volt egy ilyen újraindítási hadművelet aksi cserével. Erre viszont emlékeztem, hogy ez bitangszar. Átjáró. Na jöhetsz, bátyja. Egyébként ez egy ilyen lápos, vizenyős vidék. Nem éppen hegyvidékes. És amikor ilyen helyeken kell kóvályogni, jobbról-balról víz van, engem ez így mindig feszélyez. Amúgy nyáron nagyon szép, mert zöld az egész, meg mit tudom én, de nem szeretek így a vizek között kóvályogni, főleg mekkora autóval. Balra bent ez a település, egyház látszik bele, de balra bent van egy település, az nem egy gigant. Igen, ott van bent balra a V63-os település. Hol laksz? Gigantban. Sorry, nincs pénzed lakás. Kerülőszerű utat erre kifelé. Úgyhogy nem megyünk be a városba annyira. Mögöttem 600 méterre van még a másik versenyző, vagy még messzebb, alig láttam, de már sorolt be, hogy ő bemegy a belső sávba, hogy föl tudjon engedni, meg megelőző, mert azt gondolta, hogy lassú vagyok.
hogy nem. Előre haladjon a jobb sávban. Ja, végülis egy ilyen elkerülő feelingje volt. De azért ott is volt régen valami kisebb utca, ami mellékutszerű akármi, mert... 400 méter múlva a jobb oldali sávban haladjon. Megint elveredjük. Bécs fele! A retekbe. Dász jobbra. A jobb oldali sávban haladjon. Azt a Auföderszén. Baromira tudom ám egyébként értékelni, mikor itt kim van az étterem, meg motel, meg mit én, és mondjuk jó, motelben nem, vagy hotelben, vagy akármiben, de még egy étterembe azért az ember, ha úton van, szívesen bemegy inni, ha ugyanakkor akár enni is. Aztán amikor beállsz a parkolóba, így tudatosul benned, hogy hát továbbra is szomjan fogsz dögleni, mert amúgy már nem üzemel az étterem 13 éve, és az ilyet azt nagyon-nagyon-nagyon szoktam szeretni. Világítás nélkül természetesen. Ha meg átmennek a nyakán, akkor meg van sértő, hogy nem figyelnek a biciklisek. Nem is értem. Nem is értem a problémát. Vajon mi lehet? És ahogy ezt az erdőt is megnézem, azért ezek a viharos szelek ezt a terdőt is meg jól megtépázták. Ugrú-barú fák időve így beljebb. Hát drága gyermekim az úrban. Hát én úgy elfelejtettem itt a videókat, mint annak a rendje. Csinálni is, vágni is. Nagyon bepörgött itt a hétvége fele irányába a dolog. Aztán ettől az idegrendszerem is bepörgött. Megint hétvégén kell megmenteni a világot. Na de, mindegy, a lényeg, hogy tipli van hazafele. Hát sajnos, hál' Isten, hogy nem érek Töklánba, úgyhogy kénytelen vagyok Dorfennel megállni, mert hogy még onnan se jutok tovább. Örülök, hogy odáig eljutok. Na de, mindegy. Ha odáig eljutok, akkor az viszont már jó. Hát ez a hét az ilyen volt viszont, hogy lejöttem onnan északról, a cseheken keresztül, lerakottam, álltam egy sort, jó másfél órát Bécsnél a dugóban. Aztán is Mitraubernel eljöttem ide Ulmig. És... az anyád azzal a minivel cicabogár, hülye ez. Azt akkor Ulmnál leraktam reggel, most meg megyek vissza. Most kész, úgyhogy én gyorsan itt akar is köszönök tőletek, bár nem tudom miért köszönök el gyorsan, hiszen a következő 4 órában is itt fogok rodeózni.
felkavartam a port, az út széle még nincs feltakarítva, aztán hát belementem a porba. Ó, 4 órát vezetek, akkor 9 óra 20-szal állok meg. Tökéletes! Hapon jó! Már akkor onnan Dorfentől elvileg egy seggebe is kell tudnom érni, Pöklánba. Pláne szombat hajnalban. De várj, nekem nem is kell annyi videót vágni, nem? Még meglátom, hogy ez a videó mennyire lesz hosszú. Ha ilyen 2 óra fölötti lesz, akkor ketté bontom aztán akkor. Akkor ki lesz hét közepén is videó. 2 már megvan vágva. Ez még nem tudom, hogy 1 vagy 2 lesz-e. Hát, hogy még a fájlokat sem másoltam föl. A GoPro-ról sem, az iPhone-ról a laptopra. Úgyhogy ez a nyers videófájloktól függ, hogy mi a stájsz, vagy mi sem. Szegény Pisti még ott áll a rámpán, pedig neki 11 órás felrakója volt, itt van délután 2 óra, ez még mindig ott szoborozik. Úgyhogy már tegnap este itt volt. Még ilyen jöttem, láttam, győztem alapon rakottam. Ide jöttem. Hát, mikor reggel, reggel 9 után, 9.40-kor, 13 órás időpontom volt, 12.50-kor hívtak befelé, 13.40 van, és már indulok, megyek elfelé. 50 percet megoldottak mindent. Pikpak, így kell ezt. Papír is azonnal készen volt. Hál' Istennek lecsengett itt a káosz a Geberitnél, úgyhogy... Úgyhogy lehetett most haladni végre valahára. Mondjuk már izé van. Jövő héten február utolsó hete lesz, úgyhogy mikor ti ezt már látjátok. Most jó, ti lehet, hogy ezt már márciusban fogjátok csak látni. Ma február 18-án van. Ja, mert azt a két videót töltöm fel jövő hétre, és akkor ez ma márciusban lesz nektek. Na, pusz lesz, mi van? Ha van valami érdemleges, akkor mutatom, ha nem, akkor itt most szépen lassan elsötétedik a kép. Na jó van, menjünk haza. Na, pá.